Vági Bence szerint a cirkusz egy porond, aminek valami rendkívüli történik a közepén. Adrenalin, félelem, káprázat egyszerre. Az ő cirkuszában ehhez jön még sok-sok érzelem és történetmesélés is. Társulata a Reszirkel világszerte, egyre sikeresebb, pedig úgy érzi, hogy az álmát éli. Hogy pontosan hogy csinálja mindezt, a Café Budapest keretein belül mesélt nekem erről. Egyre nagyobb körülöttetek a hírverés, egyre nagyobb a nemzetközi áttörés is. Ilyenkor az ember hajlamos elszakadni az igazi valójától? Az ember persze ilyenkor egy picit megnő a mellkasa, hogy hú, megnyertük az Edinburgh-i fesztivált, 4200 előadás közül elfoglalni az első helyezést egy magyar társulat számára, hát meglepő. Én nem gondoltam volna, hogy az angolok hagyják, hogy a skótok, hogy ez végbe menjen, de a kritikusok így döntöttek, és elértük az első helyezést. De azt hiszem, hogy ilyenkor megpróbálunk visszafelelvezni, tehát vagy én legalábbis visszafelelvezek, próbálom megtartani azt a célt, azt a fókuszt, ami fontos számunkra a fejlődés, elérni azt, hogy egy olyan műfajt hozzunk létre, egy olyan műfaj szülessen, amit most én úgy szeretnék hívni, hogy Cirque Dance, ami magát a cirkuszra táncot foglalja egyben, és ezen keresztül színházat csinálni. Miért pont itt vagyunk most a hajógyári sziget csücskében? Hát gyakorlatilag én itt nőttem fel a római parton, úgyhogy itt családilag is kötődöm ide. Itt van most jelen pillanatban is itt lakom. Itt van a harmadik kerületben a próbaterme a Reszirkelnek. Illetve hát, hogyha még úgy nézzük, akkor talán még a Reszirkelnek a születése is itt történt meg magán a hajógyári szigeten, a Sziget Fesztivál, úgyhogy egy nagyon koncentrált, sűrű pillanat az, ami itt most minket megtalál. Ugye én gyerekkoromban Németországban nőttem fel, a szüleim gyakorlatilag egy picit így elmenekültek a kommunizmus elől, nem szerettek itt lenni, szorította őket ez a rendszer, és mielőtt kimentünk volna még Németországba, a Liget az egy ilyen központi hely volt számomra. A nagyszüleimmel szépen vittünk uzsonnát, megkajáltunk a Ligetbe, és utána beültünk a Fővárosi Nagycirkusznak ugye különböző műsoraira. És én ezt nagyon-nagyon szerettem. Egy ilyen varázsvilág volt, ugye, hát a cirkuszban minden van, minden olyan, ami nem szokványos, ami különleges, ami rendkívüli. Én azt gondolom, hogy én színházat csinálok, és nem cirkuszt. Ez szerintem nagyon fontos. Egy olyan fajta lélekszínházat, ami nem csak a cirkuszról szól. Azt hiszem, hogy a célja a mi cirkusz megújításunknak az, hogy a cirkusz is egy olyan absztrakt formát ölthessen, amivel bármit el lehet mondani. És mi maga a színház, ugye, amikor az emberek, a nézők lelkileg bele tudnak helyezkedni egy szereplőnek a sorsába. És amikor azzal a sorssal közösen mozdul a lélek a nézőtéren, akkor jön létre egyfajta transformáció, és akkor hat a művészet az ember lelkére. Soha nem kételkedtél abban, hogy meg fog történni az, amit elképzelsz, és a jövőben létezik még csak? Szerintem az emberek vannak nehéz pillanatai az életben, mindenkinek vannak. Vannak kétségek, de azt mondanám, hogy a szívemben soha nem hittem azt, hogy ez nem fog sikerülni. Mindig tudtam, hogy én mire vagyok predesztinálva, és az összes mesterem és tanárom, mindenki azt mondta, hogy hidd el, te el fogsz jutni a csúcsra, és te azokkal fogsz dolgozni, akik a legjobbak ezen a világon. És valahogy engem így engedett el az igazgatóm Angliába az egyetemről. És szerintem ezek a mondatok nem csak azért fontosak, mert igazak vagy nem igazak, hanem szerintem pont, hogy a mestereknek és a tanároknak, ha ez egy őszinte megnyilvánulása, akkor szerintem képes egy sorsot tényleg úgy fordítani, hogy ez a gyerek vagy az adott tanítvány eljusson a céljáig. Én ezért hiszek abban, hogy a pozitív szó, a pozitív nevelés, nem az üvöltözés és a másik embernek a lelkének a roncsolása és rombolása visz előre embereket, hanem azt gondolom, hogy a színházban is lehet úgy kezelni egy előadót, hogy az olyan legyen, mint egy virág, hogyha megfelelő fénybe tesszük, megfelelően locsoljuk, akkor elkezd kivirágozni. A saját műhelyeden belül most milyen kérdéskör foglalkoztat? Valahogy egyre közelebb lépek a természethez. Azt hiszem, hogy azért is vagyunk ma itt, mert onnan merítem a legtöbb erőmet, energiámat. Az ember és a természetnek a közelség az, ami nagyon érdekel, az alapbeállítás, a lélek, és azok a dolgok, amik folyamatosak, azok a dolgok, amik az emberiséget ősidők óta kísérik, tehát nem amik egy pillanat alatt elmúlnak,
minél többet utazok, annál inkább úgy érzem, hogy van egy egység a Földön, és ez az egység, ez összeköt minket, és hogyha ezt az egységet látnánk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb lenne.